Budabarna személyében új vezetővel erősít a Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház. Az új vezető új tervekkel és célokkal váltja Pázmány Viktóriát. Nyíregyházán 2011 óta működik a Csodavár Korai Fejlesztő Centrum. A központ szakemberei sok éves tapasztalattal segítik az eltérő és az átlagos fejlődésű gyermekeket képességeik fejlesztésében, tehetségük kibontakoztatásában. A Csodavár modell alapján kiemelt hangsúlyt fektetnek a család bevonására, megfelelő informálására és folyamatos támogatására. A fejlesztések sikerességét tapasztalt szakemberek mellett személyre szabott terápiák, inkluzív közeg, modern környezet és egyedi, innovatív megoldások segítik. A Csodavár küldetése, hogy a tipikustól eltérő látásmód, gondolkodás a társadalom szemében ne a másságon keresztül értelmeződjön, hanem találják meg, hogyan lehet a tehetséget felfedezni, milyen rejtett kincset tudnak felszínre hozni a gyermekekből. A nyíregyházi Csodavár szakemberei eddig már több mint 1000 család számára jelentettek és jelentenek mindennapos támaszt. Több mint 22 000 fejlesztő foglalkozást tartottak a régióban élő gyermekeknek. Az intézménybe fejlesztésre járó gyermekek 95%-a integrált oktatási létesítményben tudja megkezdeni az óvodai életét. Vendégem a stúdióban a Csodavár vezetője, Budabarna, köszöntöm. Ez egy új folyamat lesz az ön életében, egy újfajta kapocs a Csodavárral kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy az elmúlt hosszú évek során, és azért ön egyfajta kapcsolatot alakított ki ezzel az intézménnyel. Igen, számomra nem volt idegen ez a terület, mert 2009-ben megkeresett engem, mint intézményvezetőként a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke, és megkérte, hogy kapcsolódjunk be abba az elképzelésbe, amely a Mindenkinek Becsengettek programot szeretnék megvalósítani, ami igazából arról szólt, hogy az eltérő fejlődésű gyermekeket elvinnék azokba az iskolákba, ahol a többségi gyermekeket nevelik, oktatják, és bekapcsolódnának a tanítási órákba, valamint a szabadidős programba. Ez nagyon nagy siker volt. Annak idején elismerésben is részesült ez a program. 2014-ben megkapta az Európai Banknak a Nivódiát, és 2018-ban pedig az Erasmus díjat kapta meg. Tehát a szülők is nagyon kedvelték. Hogy fogalmazná meg, mi a Csodavár itt Nyíregyházán vagy a megye számára? Hát szerintem benne van a nevébe. Ez egy csoda. Aki oda ellátogat, tehát olyan lehetőségeket, olyan fejlesztés lehetőséget tapasztalhat meg, ami szerintem nem nagyon lehet megtalálni Nyíregyházán, tehát ilyen lehetőség nem nagyon biztosítottak a szülők részére, mert van több helyen ilyen fejlesztési lehetőség, de a pici babát, tehát a megszületésétől kezdve végvezethetjük ezeket a fejlesztéseket egészen az óvodáskorig, sőt, akik rászorulnak még az óvodáskor után is iskolában menetelünk, ez szerintem nagyon nagy lehetőség a szülők számára, és meg a szakemberek számára is, hogy ezeket segíthetik. Hány munkatársal, szakmai munkatársal tud együtt dolgozni? Hát nagyon sok, tehát olyan szakmai munkatársaink vannak, akik főállásban dolgoznak, és többen, akik besegítenek a munkában. Tehát olyan tapasztalt munkatársakat sikerült most ebben a tanév kezdetén bevonni, akik már régóta gyakorolják ezeket a fejlesztéseket, terápiákat. Elképzelhető, hogy minden olyan család, vagy majdnem minden olyan család tud már a Csodavár működéséről, illetve az ott elérhető lehetőségekről, akiknek ez szükséges és fontos, bár a Csodavár ugye mindenki számára nyitott. Bízunk benne, eddig is arra törekedtek, hogy megismerjék, akik ezt igénybe kívánják venni. Tehát a honlapon megtekinthető azok a fejlesztési lehetőségek, amelyeket ott meg tudunk valósítani. Aztán szórólapok vannak, aki ellátogat a Csodavárba, azok ott megtalálhatják ezeket a szórólapokat, de meg fogunk keresni
intézményeket, óvodákat, iskolákat, hogy még szélesebb körben tudjuk ezeket megismertetni a közvéleménnyel is. Valami pályázatot is sikerült nyerniük az utóbbi időben, aminek köszönhetően talán pont egy hasonló folyamatba kezdhetnek bele. Igen, nagy öröm volt számunkra, hogy a Tesco által kiírt pályázatot elnyerte a Down Egyesület, és így el tudunk majd olyan intézményekből hozni gyerekeket, úgynevezett érzékenyítési órára, ahol a gyerekek megismerhetik, hogy milyen is egy látássérült vagy egy vak ember élete és mindennapjai. Én gondolom, ezt ugye azért tudják a gyermekek megismerni, vagy egy picit rálátni, hiszen olyan eszközök, olyan játékok találhatóak itt a fejlesztő közegben, amelyek a sérült gyermekek számára is alkalmasak arra, hogy tanuljanak. Én azt hiszem, hogy a Down Egyesület eddig is igyekezett megteremteni azokat a feltételeket, ami a működéshez szükséges, és a jövőben is örömmel tájékoztathatom, hogy 2019-ben megújul infrastruktúrában is a Csodavár, és olyan online oktatóprogramot fogunk létrehozni, ami nemzetközileg is eddig nem volt, és nem ismert volt eddig. És ezeket a szülőknek is hozzáférhetővé tesszük. Ha körülnézünk akár Magyarországon, akár nem csak Magyarországon, vannak hasonló kezdeményezések, vagy egy picit mintaértékűnek is mondható a Csodavár? Véleményem szerint mintaértékű, de azokat a tapasztalatokat, amelyeket eddig külföldön megszerzett az intézmény vezetése, azt hiszem azokat gyümölcsöztettük itt a mai napig is, és éppen most tájékoztatott a Down Egyesület elnöke, hogy rövidesen Spanyolországban fogjuk tanulmányozni az ottani ilyen segítő tevékenységet, és valószínű, hogy amerikai kapcsolatokat is ki fog alakítani majd az intézmény vezetése. Milyen segítségre számíthatnak, milyen támogatásra, miből tudnak tervezni? A Down Egyesület vezetése nagyon aktív a pályázati eszközök felhasználásában, illetve a pályázatokban több olyan nyertes pályázat volt, amivel ezeket a feltételeket biztosítani tudják, és azt hiszem, hogy ismert, hogy 2018-ban megnyílt a budapesti Csodavár is, ahol, amivel szintén az a cél, hogy Budapesten is tudják segíteni azokat a családokat, gyerekeket, akiknek éppen erre szükségük van. Célunk, hogy egységesítsük azt a oktatási, azt a képzési feltételeket, amelyeket ott a gyerekeknek nyújtunk, illetve Nyíregyházán is nyújtunk. Ön elvállalta a vezetői szerepet itt a Csodavárnál. Az ön személyének a jelenléte jelent változást? Én ezt örömmel vállaltam el, azért is, mert ugyan a korai fejlesztésben nem sok tapasztalatom volt, de azért 30 év vezetői munka után úgy gondolom, hogy elég jó rálátásom van erre a területre, tehát a úgynevezett gyógypedagógiai területre. Azt meg tudjuk-e mondani, tehát mik a tapasztalatok, hányan vannak a rendszeres kis látogatók a Csodavárban? Hát a bejátszáskor volt, hogy hány gyerek vett az utóbbi 7 év fejlesztés, hány órát vett igénybe a fejlesztés, azt hiszem 20 000 órát, tehát az igen jelentős, de ez azok az órák, amelyek a korai fejlesztésben vettek részt. De amit mi tudunk még nyújtani, egyéb szolgáltatást, hát az több ezer óra. Tehát éppen most állítottuk össze az éves programot, nagyon széles a kínálat, tehát nagyon sok fejlesztést és terápiát tudunk nyújtani a családok igényei szerint, tehát a gyerekeknek. Én úgy tudom, hogy a Csodavár a hét mindennapján nyitva van, tehát akár személyesen is érdeklődhetnek azok a családok, szülők, akik tényleg akár csak be akarják egy jól elrendezett és kitalált játszóházba vinni a gyereküket, vagy valóban szükségük van a megváltozott egészségi állapot miatt segítségre, de azt gondolom, hogy egy remek honlap is a családok segítségére lehet.
Igen, hát szerintem rövidesen a honlapunk is megújul, és a nyitvatartás minden nap folyamatos, tehát hétköznap 8-tól 18 óráig van nyitva, hétvégén pedig igény szerint szülinapi csodaváros programok várják a gyerekeket, illetve az érdeklődőket. És ami nagyon jó benne, hogy együtt játszhatnak ebben a csodavárban a többségi intézményből idejövő gyerekek és az általunk fejlesztett gyerekek is. Arra van lehetőség, vagy tervezik-e, hogy akár újabb kis játékok, újabb ügyességi elemek bekerüljenek a csodavárba? Igen, mint ahogy mondtam, hogy meg fog újulni várhatóan 2019-ben a csodavár. Gondolom, hogy akkor magában fogja majd foglalni azt is, hogy különböző olyan eszközöket is bekerülnek. Hát most tervünk, tehát Nyíregyházán még nem nagyon elterjedt a biofeedback terápia, tehát elközvetően két új olyan gép kerül majd ide a csodavárba, ami véleményem szerint nagyon nagy érdeklődésre fog majd számot tartani. Valószínű, hogy ezt is fogjuk majd a kedves nézők felé majd információként eljutatni. Én köszönöm, hogy bejött a stúdióba. Köszönöm a beszélgetést. Nem,